Szép vagy én szerelmesem, gyönyörűséges, és a mennyasszonyának zöld erdő. Mint a lílium a tövisek közt, olyan az én bátkával irányom közt. Mint az almafa az erdőnek fái közt, olyan az én szerelmesem az ifjak közt. Az ő bal keze az én fejem alatt van, és jobb kezével megölel engem. Az én szerelmesemnek szavát hallom, íme ő jő. Szól az én szerelmesem nékem, és mondá: kelj fölé, bátkám én szívem, és jöjj, mert ímé a tél elmúlt, az eső elmúlt, elment. Virágok láttatnak a földön, az éneklések ideje eljött, és a gerlicének szavakodnak a mi földünkön. Kelj fölé, bátkám én szívem, és jöjj hozzá. Mutasd meg nékem a te orcádat. Hadd halljam a te szódat. Mert a te szó gyönyörűséges, és a te tekinteted ékes. Én már fölkelek,
és eljárom a várost, a tereket és az utcákat, keresem azt, akit szeret az én lelkem. Mikor megtaláltam azt, akit az én lelkem szeret, megragadám őt, és el nem bocsátál, soha többé. Így szép legyen, Márkám, így szépen. A te szemeid gondolom, te fáradt veled. Serpényben ész, aki szép, és jöjjön tőle szép. Fújj az én kertemet, fújj el annak drága, jöjjön az én szerelmesem az ön kertébe, és egyéb ott drága öntős gyümölcsét. Én az én szerelmesemé vagyok, és az én szerelmesem enyém. Mely igen szép vagy, és mely kedves úr szerelem a gyönyörűségek között. Én az én szerelmesemé vagyok, és engem kíván enyém. Az ő bal keze az én fejem alatt, és jobb kezével megölel engem. Védj engem, mint egy pecsétet a te szívedben, mint egy pecsétet a te szívedben, mert erős a szeretet, mint a halál, kemény, mint sír, a buzgó szellem, lángjai, tűzek lángjai. Önök megjelentek a 13. kerületi tanács végrehajtó bizottságának házasságtervi tervében, azzal a szándékukkal, hogy egymással házasságot kössenek. Irataikat átvizsgáltam, adatokat rendben találtam. Házasság kötésüknek törvényes akadálya nincsen akkor, ha előttem se tisztelt tanúk előtt külön-külön, de egybehangzóan kijelenti, hogy egymással házasságot kötnek. Majd a vőlegényhez intézem a férfit. Feltett kérdésre, a legjobb belátásuk szerint igennel vagy nemmel szíves legyenek válaszolni majd. Most megkérem önöket, tisztelt tanúkat, szíves legyenek felállni. Ki jelenti-e ön, Pataki Márta, hogy az itt jelenlévő Radu Gáborra házasságot kötött? Ki jelenti-e ön, Radó Gábor, hogy az itt jelenlévő Pataki Mártával házasságot kötött? Megállapítom, hogy Radóné Pataki Márta és Radó Gábor a Magyar Népköztársaság családjogi törvények értelmében házastársak. Tessék helyet foglalni. Thank you.
megtiszteltetés, hogy az elhangzott igen alapján én, mint anyakönyvvezető, önöket házastársakká nyilváníthattam. Ez a baráti készfogás, amely eddig tartott, és ide vezette önöket, az elhangzott igen alapján fél feleségként távoznak. És ez volt a céljuk, és talán életük legfőbb vágya. A mai naptól kezdve egy új, közös útra lépnek a házasság útján. Ez az út akkor lesz életen áttartó, ha mindig közös akarattal, továbbra is kéz a kézben, szeretettel, bizalommal, hűséggel, megértéssel haladnak útra. Ehhez azonban a szükséges, és mindkét részről tiszteljék, megbecsüljék egymás érzéseik tulajdonságait a tiszteletben. És néha-néha, ha az élet úgy, vagy majd azt kívánja önöktől, elnézőek, megértőek, legyenek majd egymással szemben. És ahogy a napok, hónapok, majd az évek, és az évtizedek telnek, önök ketten együttesen egy emberként fognak élni, gondolkodni, tervezni, tartós boldog házasság mindkettőjükön, ne felejtjük el soha, valakinek önöket, és arra, hogy ennek érdekében mindent tegyenek meg, egymásért teszik, és a házasság tartós boldog maradandóságáért. Kívánom és szeretném, kedves ifjú pár, hogy ezen az úton, amelyen férfeleségként elindulnak kéz a kézben, keressék, és találják meg is egymásban azt a férjet, azt a feleséget, akit egy életre választottak maguknak, és jóban hozzon, szólítják egymást. Ne engedjék el soha. Akkor ez a közös út, és ez az egy szó, és ennek a szónak a mély, igaz értelme, tartalma kötötte össze, jóban, rosszban látott képet. Kedves ifjú pár, örömükben, boldogságokban, függetlenségükben, ne feledkezzenek meg arról sem, hogy továbbra is szerető, aggódó szülők vannak önök mellett, akik akkor lesznek végtelen boldogok, s majd úgy érzem megelégedettek, ha majd azt látják és tapasztalják a mindennapi életükben, hogy megtalálták egymást, hogy kiegyensúlyozott, harmonikus, békés, boldog, nyugodt, szép családi életet élnek. Ez fontos. De úgy érzem, az önök számára a legfontosabb. Vagy talán annyi cél, annyi terv, és annyi év, évtized után szinte nélkülözhetetlen. Kincsé válnak egymás számára. De hogy azzá váljanak, valóban sokat kell tenni. Együtt, egymásért, szinte az egész életükben. Ez a szó olyan lesz, mint a napfény, amely beragyogja ezt a közös utat, amelyen ma elindulnak. Kedves fiatal pár, néhány gondolatot szántam önöknek házasságkötésük alkalmával, útra való. És történjék meg egy gyűrűzás, arra kérem a kedves férjet, húzza fel a kedves feleségének a gyűrűjét, fordítva szintén a változás ebben is nyilvánuljék. Parancsoljanak! Kívánom és szeretném, hogy ezt a gyűrűt, amelyet férként, feleségként húztak egymás kezére, egy életen átviselni. Sok-sok szerencsével, nagyon boldogsággal, köszönöm szeretettel, megértéssel, és nagyon jó egészséggel. Mivel engem ért ez a megtiszteltetés, hogy a legszebb szövetség közöljük kihirdetőjük lehettem, engedjék meg, hogy engem érjen az a megtiszteltetés is, mielőtt átadom szeretetben méltó szüleiknek, nagyon kedves vendégeiknek, hogy köszöntsék önöket, mint mindházas pár, elsőként én köszöntsem a 13. kerületi tanács, végrehajtó bizottsági csomagomat.
önnek nyújtom át az anyakönyvi kivonatot, mindazt igazoljuk, ami létrejött önök között. Kérem a tisztelt tanúkat, tárgyanak ide. Köszönöm szépen a szíves közreműködést, tessék parancsolni. Köszönöm a szíves közreműködést, tessék parancsolni. Minden jót kívánok mindenkinek. Hát, hogy nem tudom, hogy
Thank you.